kiemelt figyelem övezi a rendezvényeinket, és nagyon köszönöm azt a segítő hozzáállást, azt a hírnevet, amit ennek a világtalálkozónak a média által kaptunk, és mindig szívesen vettük a segítő kritikát is, és ezután is szívesen veszük. És utána a második köszönetem az a szervezőknek szól, a társrendezőknek, akik közül itt vannak jó néhányan, majd a programvezetés során lehet hallani, hogy milyen területet visznek, de a több száz szervező nélkül és a tucatnyi társrendező szervezet nélkül ez a világtalálkozó nem lett volna, ami. Néhányan talán, de úgy látom, egyharmadban legalább ott volt valamon elején, amikor a üdös szeles szélbe elindult ez a történet, és imászik, de hihetetlen az 5. Magyar Világtalálkozó szervező. Akkor 4 napos volt, most 10 napos lesz a rendezésorozat, és lesz még 6 olyan rendezvény, 6 más helyszínen városban, Kaposvárban, Esztergomban, Balatonőrökön, Balatonlevén, amely mutatja, hogy igazából nem ér véget, mert a szellemisége, az üzenete az, hogy fogjuk össze a magyar értékek védelmében és képviseletében, és a világ magyarsága közülje legyen, és Magyarország barátjának közülje legyen azoknak az értékeknek a vitele, képviselete, amelyeket megjelenítünk. Azt gondolom, ezennek az érdeklődésnek és az összefogásnak a titka, hogy megmutatjuk, hogy egy olyan történelmi helyzetben vagyunk, amikor jó magyarnak lenni, és vannak olyan értékeink, és az összefogásnak valósága van tettekben érhető, és nem csak kormányállami szinten születnek nagy intézkedések és határozatok, rendeletek, hanem a civil életben is nagyon szép, hozzánk hasonló sok más rendezvény van, és ennek örülni lehet. Most elnézést is hosszú bevezetője, de azt gondolom, ezt el kellett mondanom, mielőtt a programokra rátérnék, de igazából nem is térek rá, hiszen újságíró vagyok én is 21 éves korom óta, és tudom azt, hogy szeretek hozott anyagból dolgozni, illetve egy 8 oldalas olyan kiadványunk van itt műsor újságban, amelyben percről percre le van írva, hogy hol, mikor milyen rendezvények vannak, képtelenségben lehet felsorolni is, és azért van, amit a kollégáim, hogy néhányat kiemelve, néhányat, csak néhányat és töredékét kiemelve öljük a figyelmet, hogy hol érdemes eljönni. Most ezekben az órákban a nyitó rendezvény helyszínén Aranyos Apátiban, nem tudom, tudja valaki, hogy fogod Aranyos Apáti, nyújtsa fel a kezét. Igen, én sem tudtam azért, amíg nem találkoztam még Ferenc barátommal, aki ott egy faluházat épített, és ezekben az órákban is önkéntesek építik azt a gyermekotthont, illetve ifjúsági tábort, amelyet május 23-án egy egész napos rendezvény keretében, egy 4-es határmenti találkozó keretében átadunk, és júniustól ott hetente a világ minden részéből fognak gyermekek nyaralni. Mi egy jelentős tészta szállítmány, több 100 kilót viszik le, egyik világú vezető, Szórát Károly jó voltából, és ezzel indítjuk útjára ezt a történetet. A díszünnepség az Urániában lesz itt a helyszínen, csak egy másik terem, a nagy teremben, arról bővebben szólunk. Én amiről szólnék, és a világ találkozó része lett, az a világfalu. Egy falu fölépítünk, több százan, már előtte 2-3 nappal, a Szima 6000 nézetméteres rendezvénycsarnokában, aki utcasátraktól kezdve nagy színpad, konferenciaterem, sok-sok minden lesz. A világ kicsibe, de valójában úgy fog ez kinézni, mint amikor van egy gyúcs valamelyik faluba, és akkor ott minden történik. Nagyon szagyos, nagyon zsibongó és nagyon hangulatos rendezvény ez. Most egy újdonsággal gyarapodik, hiszen szembe a Szima belső udvarán egy 1500 nézetméteres területen egy szabadtéri látványkonyha is fog működni. Tehát ott lehet grillezni, ott lehet sörözni, miközben bent a nagy színpadon és az utcában pedig zajlik az ismerkedés. Az egyik kiemelt program az egészséget is körbejárjuk, egy egész napos egészségkonferencia lesz, sőt lesz egy testellen lélek nevű kerekasztal beszélgetés, Paplajos és Csókai András és mások közelműködésével. Tehát mindemellett Afrika pavilon lesz Ázsia pavilon, lesznek koncertek, lesz falusi lagzi, lesz komolyabb centenáriumi konferencia is, majd arról szól azonnal. Tehát, mint a világ kicsibe, mint amilyen a mi életünk is, hogy például van meg komoly rész, és meg kevésbé komoly. Ami összekül bennünket az, hogy azokat az értékeket keresünk,
azokat az értékeket keresünk, amit úgy gondolunk, hogy érdemes elvinni határon túlra, és nem csak, hogy elviszünk határon túlra, hanem a magyarokat befogadó országok kultúrájára is kíváncsiak vagyunk. Ezért fogunk találkozni, és itt is minden ilyen perc még van, meg fog jelenni egy afrikai képviseleti barátunk is. Tehát mi gondoljuk, hogy össze kell fogni nem csak határon belül és a Kárpát-medencéből mindenütt, akik szeretik a magyarokat és tisztelik az értékeiket, és talán ez a gyerek a világ találkozónak a sajátossága, a specialitása. Idézzel, nagyon köszönöm a szervezőknek, a sajtónak, a médiának. Szeretettel várunk mindenkit. A sajtófőnökünk Czuh János majd el fogja mondani, hogy olyan lehet helyekezünk és hova. Úgyhogy érezzék jó magukat, és igyekszünk röviden beszélni, hogy utána a finom varsági lepényest és a erdélyi kültös kalácsot és a vasutat röccsöt meg a ilyen hajósígort meg tudjuk kóstolni. És külön hadd köszöntsem ezt a négy gyönyörű hölgyet, az első sor Barbarsányról, a Barbarsány népviseletet hozták, és a Palóc-Falusi lakodalom főszereplői, a Barsány és a Széchenyi környéki néptáncosok és a hagyományőrzők. Úgyhogy érezzék jó magukat, és köszönöm szépen, szeretettel várjuk a további rendezvényeket is önnek. Minden jó. Mert a hölgyeket nem mindenki látja, álljanak föl, hölgyeket egy picit, és mutassák meg magukat, mert csak hátulról látják ezeket a fantasztikus fejlészeket. Kérjük szépen, és köszönjük szépen, hogy eljöttek. És akkor most pár gondolatot szeretnék mondani a díszünnepségről, amit természetesen negyedik éve itt az Unániában rendezünk. Május 26-án, 18 órakor várjuk nagy szeretettel önöket. A filmből már láthatták ennek a hangulatát és üzenetét, a történelmi zászlósor, a címerek, a nemzeti viseleteink, jelképeink, és hát természetesen az idén fantasztikus gálaműsorra is zárjuk. Ugyanúgy zajlik, mint eddig minden évben, aki már ott volt, az tudja, aki nem, az meg szeretettel várjuk, tehát áldással kezdődik, az idén Kozma atya fogja az áldást mondani, következnek a köszöntőbeszédek és a díszvendégeinknek a köszöntője. Díszvendégünk lesz az Afrikai Országok Nagyköveti Tanácsának elnöke, Angola Magyarországra akreditált nagykövete, határon túli díszvendégünk pedig a Vajdaság, képviseli dr. Simon Vilmos, a Vajdasági Baráti Egyesületnek az elnöke. Mindig nagy figyelem kíséri a kitüntetéseinket, hiszen minden évben három kitüntetést adunk át. Most először csak önöknek, csak itt, előre eláruljuk, hogy itt lesznek a kitüntetetjeink. Tehát a világ magyarságáért közéleti kitüntetésben részesül Bánkuti Géza, Amerikában élő 1956-os szabadságharcos, Kozma Imre atya, az irgalmas emlék szerzetes, Mártai Szeretett Szolgálat elnöke, dr. professzor Szakály Sándor, történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Veritas Történelmi Intézet főigazgatója, és az Elei József kerékpáros béke nagykövetünk, Őrvidéki klubelnökünk, nem tudom, hogy esetleg itt van-e, ő nincs. Kulturális kitüntetésben részesül Jókai Anna, a nemzetművésze, kétszeres Kossuth Díjas író-költő, a Budapesti Nemzeti Színház művészei, a díjat átveszi Vidnyánszky Attila, Kossuth Díjas rendező, Rúzsa Magdolna, fonogram díjas vajdasági énekes, hiszen Vajdaság egyébként is a díszvendégünk, és a Omega együttes, a díjat átveszi Kópor János, Kossuth Díjas énekesünk. Tiszteletbeli magyar díjat hárman kapnak, mindazok, akik szeretik Magyarországot, de nem magyarok, és nem is magyar állampolgárok. Egy kongói állampolgár, mérnök, világklub elnökünk, Iránból Rajmond, és ő itt is van, egy gondolatot kérünk is tőle, legyen kedves egy pillanatra kifáradni. Segíteni,
az országomnak a fejlődését, nem csak az országomnak, ezt mondhatom az Afrika kontinens. Tehát valami miatt itt dolgoztam, és olyan szinten szerettem ezt az országot, hogy nem mentem, mint a többi nyugatra, és hogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok, és együtt tudunk magyarokkal élni. Köszönjük szépen! Egy török orvos, népszemész, fordító, aki a Tetti csillagokat lefordította, és Stephen Spinder, amerikai fotós, táncos, képzőművész, aki az erdélyi népzene szerelmese, és most érkezett meg repülővel, és úgy tudom, hogy itt van. Egy gondolat elejét legyenzes Fáradjuki, Bokor Balázs urat megkérem, hogy jöjjön segítsen fordítani, mert egy kicsit nehezen megy a hajó. Parancsoljon! Amerikai vagyok, fényképész vagyok, fotoművész vagyok. 50 vagyok. 20 év ezelőtt mentem a Erdély és a fordítás? I fell in love with Hungarian folk culture in Erdély. Magyarországi kultúra Erdélyben való terjesztésének komoly harcosa. Azt akartam mondani, és 10 év múlva tíz esztendő Erdélyben, és nagyon büszke vagyok, és nagyon büszke itt vagyok. Nagyon éhes vagyok, the next 10 days. Does everybody speak English? Yes! Well, I was born in a hospital, so I wanted to be near my mother. No, we don't speak English. Okay. I shouldn't say that. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy aki megy Csíksomjóra a világ találkozó csapatával, annak a fotóművésze lesz, ő fogja kísérni és az egész rendezvényt majd megörökíteni. Úgyhogy ezt még ezt szerettem volna mondani. A következő kategória pedig az összefogás a magyarságért. Ezt a díjat az idén Ernst Katalin és Nemere László előadó művészek kapják, ahhoz mérnök, erdélyi programok szervezője, a Csángó Világklub alapítója. Ő is itt van, szeretettel köszöntjük, és egy pillanatot adott részlet, mert 29-én egy nagy programot szervez, és egy egyperces fontos információt még szeretne elmondani róla. Nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetés, hogy itt lehetek összetek, és köszönöm a díjat is, hogy ezt megszokáltam, nem tudom. Mindenesetre a 29-én a világtalálkozó keretében belül lesz a Székelyföld Helyenbölgyön át címmel egy program sorozat, ami egész napos programról van szó. A Bújdosó Székely terem mellett egy 1000 hektár, 1000 nézetméteres terület lesz átadva, kicsit Székelyország maga kultúrájába, építészetében, léphagyományaival szeretnék ezt betölteni, és szeretnék felhívni mindenkit, hogy szeretettel látni mindenki május 29-én, 11 órától, egészen hajnal 6 hazatáig, ez a rendezvényre. 11-kor lesz a délelőtti programként egyébként iskolások, képzenészek vesznek részt, és 17 órakor lesz maga megítva az avatás, a mutáció, és 21 órakor pedig egy beszélvás Székely Mulatságosban. Mindenkit látok a szépen. Köszönöm szépen! És mint látják, az összefogás a magyarságért, ez a Panoráma Világklubban dolgozó, most már 175 klubunknak, azok a tagjai, akik nagyon komoly tevékenységet tudhatnak a klubban jelenni. És így az utolsó ilyen kitüntetettünk, aki az idén zárja ezt a sort, Lovas Ilona, a kárpátaljai klubelnökünk. Nem tudom, Ilona, itt van. Ilona, légy szíves, egy taps elejét.
Köszönöm szépen! A kitüntetettek Józsa Judit kerámia szobrásznak a kerámia keresztjét kapják ajándékul. Az estet egy gála műsorral fogjuk zárni, egy nagyszabású műsort ad a Magyar Budapesti Nemzeti Színház művészei, azon kívül pedig a Nemzeti Táncszínházunk, a régi nevén a Honvéd Együttes fogja zárni az estet. Tehát akkor ennyit szeretem elmondani, 26-án este 18 órakor. Az est közben még két kórus is közreműködik, a Liszt Ferenc általános iskolának a gyermekkórusa, és egy Sárközi férfi kórus működik még közben az est folyamán. Tehát köszönöm szépen a figyelmet, akkor mindenkit várunk a díszünnepségre, és akkor a következő programról már Cegédi Józsefot kérném szépen a mikrofonhoz, aki a Közép-Európai Klub Pannonia Egyesület elnöke, aki a társadalmi párbeszéd fórumról fog rövid tájékoztatást adni. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy a Közép-Európai Pannonia Közhasznú Egyesület nevében nagy tisztelettel, szeretettel köszöntsem a jelenlévőket abból az alkalomból, hogy körülbelül két év múlva, tehát május 28-29-én megrendezzük az már hagyományos társadalmi párbeszéd fórumot Covadis Európa címmel a világtalálkozó keretében, amely ma már hagyományosan, hivatalosan is lényegében a világtalálkozó kiemelt közéleti programjává vált. És azt hiszem, hogy ez nem lózunk, hogy kiemelt közéleti program, hiszen nagyon tekintélyes szakemberek, professzorok, akadémikusok tartanak előadást. Most ezen a kétnapos konferencián 6 volt miniszter, miniszterelnök helyettes, 6 jelenleg és volt államtitkár, egy volt köztársasági elnök, aki mellékesen kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, és jelenleg is tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. 3 személy az Európai Unióból, maga a uniós biztosunk, Navracsics úr is, a tekintélyes Schöpflin professzor, parlamenti képviselő, az Európai Számvevőszék elnökségének magyar tagja, az akarságos volt miniszter, és így tovább. A lényege ennek a konferenciának az, hogy vizsgáljuk, középpontjában áll ennek a konferenciának a vizsgálata annak, hogy az Európai Unió jelenlegi helyzete valójában milyen, hogyan jutottunk el odáig, ahol most vagyunk, milyen tényezők hatására, és mi várhatók, milyen prognózis állítható fel. A fő hatásról nem kell beszélni, mert önök mindjárt tudják, hogy a legnagyobb hatást az elmúlt időszakban a globális világválság gyakorolta, és nagyon kellemetlen hatása volt ennek. Erről néha keveset beszélünk, és nagyon vidámak vagyunk, nagyon súlyos gondok vannak ma is az Európai Unióban, és erről én szerintem őszinte kritikus előadások is elhangzanak majd. Olyan professzor, akadémikus tart az első nap bevezető előadásnak, Palántai Tibor, válaszolt az Európa címmel. Ebből kiderül, hogy nem csak egyszerűen súlyos pénzügyi problémák, gazdasági válság van, hanem úgynevezett strukturális válság alakult ki, amely lényegében a társadalmi gazdasági élet minden fontos szféráját érinti. Szociálpolitika, foglalkoztatás, nemzetbiztonság, és így tovább. Sőt, háborús veszélyről is mindnyájan tudunk, hiszen az Európa Unió határán háború folyik Ukrajnában. Természetesen külön beszámolni volt államtitkár, volt kijelni nagykövetünk arról, hogy hogy értékelhetünk most, májusban, 2015-ben ukrajnai helyzetünk. Az első nap tart egyébként előadás többek között még Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Közgazdasági Társaság elnöke, ugyancsak előadást tart
kérdéseket és a nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár néhányunk által jól ismert Mikola István. Másnak a bevezető tartja Söprény professzor, utána jön Schmidt Pálból, köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja egy kérdéssel foglalkozik, hogy a jelenlegi súlyos, feszült, izgalmas integrációs Európai Uniós helyzetben azért vannak olyan lehetőségeink, amit talán ki tudnánk használni, ugyanis 2024-ben Magyarországon, Európában várható az olimpia 2024-ben, és úgy néz ki, hogy ezt megpályázunk, és Magyarország nem teljesen esélytelen, mint amit egyesek mondanak. Utána lesz még a civil európai jogról egy előadás, és az európai pénzügyi kérdések aktuális ügyeiről. Befejezésül csak annyit tennék még hozzá, nem véletlenül kapta ez a fórum a Párbeszéd fórum címet. Dialógus párbeszéd meggyőződésünk szerint a leghatékonyabb módszer arra, hogy a konszenzust hatékonyan minél hamarabb ezekben a ügyekben megtaláljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon színes program lesz, mindenkit szeretettel várunk oda is. Következő programunk augusztuszi program. Kodász Csengele marketing ismertető vezeti a Gyerek az a várunk programot. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon remélem azt, hogy majd május 25-én augusztuszeren még a barátaikat is elhívják, és még ennél többen is tudunk találkozni. Egy gyors kérdés, mielőtt még elkezdem a program ismertetését, ki az, aki tavaly ott volt a rendezvényen? Na hát azért, ahogy elnézem, elég sokan, reméljük, hogy ez a szám idén is nőni fog. Idén ugyanis második alkalommal csatlakoztunk a Magyar Világtalálkozó programjához, Európai Ifjúsági Találkozó rendezvényünkkel, amelynek mottója Gyere haza, várunk! A rendezvény mottójában tulajdonképpen a célja is megvan, itt elsősorban az ifjúságot szeretnénk megszólítani, de ahogyan már tavaly is elmondtam, és nem szeretném magamat ismételni, én úgy gondolom, hogy legbelül azért mindannyian fiatalok maradunk, már hogyha ilyen dolgokhoz van kedvünk is, a magyarságot, a magyar néphagyományokat ilyen lelkesen csak úgy tudjuk hirdetni, hogyha lelkesek vagyunk. A rendezvény első és nagyon fontos momentuma a Magyarság Hit konferencia, amely 11 órakor vesz majd kezdetét. A konferencia célja egyfajta szellemi híd építése a Kárpát-medence magyarsága, a világban szétszélett honfitársaink és Magyarország barátai között. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az előadók, akik egyébként határainkon túl élnek, elmondják azt a rövid bemutatkozásuk során, hogy mit tesznek meg annak érdekében, hogy a magyar néphagyományokat, a magyarságot népszerűsítsék és terjesszék szerte a nagyvilágban, és hogyan tudnak legbelül magyarok maradni. Hol máshol lehetne alkalmasabb egy ilyen konferenciát tartani, mint nemzetünk bölcsőjében, a Magyarság Találkozó helyén, az augusztuszi Nemzeti Történeti Emlékparkban. Idén május 25-én lesz a rendezvény, ami ugye pünkösd hétfői napja, és idén a pünkösdőlő rendezvényünkkel összevonva fogjuk tartani. Az augusztuszi Emlékpark skanzenjében már elfeledett a délalföldi népszokásokat is felelevenítünk ezen a csodálatosan szép, reméljük, hogy nagyon napsütéses napon, ahol egyébként a programokban élő múzeumfaluként a nézőket, a látogatókat is be fogjuk teljes mértékben vonni, így ők is, akik ellátogatnak hozzánk, részt vehetnek egyfajta pünkösdi királyválasztáson. Ugye aki ismeri a néphagyomány tudja, hogy a pünkösd nagyon fontos szerepet játszott a magyarok életében. És ugye egy ilyen szép népszokás is kapcsolódik hozzá, pünkösdi királynéljárás, illetve pünkösdi király választása. Tehát lesznek látogató próbák is, természetesen a népzene, a néptánc sem maradva el, ami egész nap folyamatosan elérhető lesz a parkban, illetve a nap másik leglátványosabb elemen a délutáni pünkösdi lovas király választás, amikor majd legények lóháton fognak küzdeni különféle próbatételek során a megtisztelő pünkösdi király címért. A rendezvényen tehát egésznapos programokkal várunk mindenkit, és kívánom azt, hogy érezzük magunkat nagyon jól augusztuszeren május 25-én, és ne felejtjétek, gyertek haza, mert nagyon várunk!
Bátori Rassai Konferencia és Nemzetközi Tudományos Tanácskozástól dr. Tuson Tibor konferenciaigazgató és dr. Körösi Mária a szervezőbizottság alelnöke fog beszélni. Ugye nem csak magunknak, az unokánkra is kell mondani.